Sztálin parancsára a Vörös Hadsereg katonai szervei 1944. novembere és 1945. áprilisa között több százezer polgári civil lakost gyűjtöttek össze az akkori Magyarország területéről és hurcoltak el évekig tartó kényszermunkára a Szovjetunióba. Az oroszok kimondottan német vagy magyar származás miatt deportálták az embereket. Főként fiatal lányokat, asszonyokat vittek el, akiknek több mint egyharmada nem élte túl a rossz életkörülményeket, a modern rabszolgaságot. A Rátkai Szent Anna római katolikus templom udvarán gyülekeztek január 28-án a helyiek. A Málenki robotra való megemlékezés koszorúzással kezdődött, amelynek talapzatánál a helyi önkormányzat és intézmények képviselői helyezték el virágaikat. Ezután a résztvevők szent misén könyörögtek az áldozatok lelki békéjéért. Kostyán László szentbeszédében szólt arról, hogy 1945. január 23-án, 73 évvel ezelőtt 212 embert vittek el a településről egy kis munkára, és ez a dátum gyásznapként vonult be Rátka történelmébe. Mára már vitathatatlan, 600 ezer embert hurcoltak el a szovjetek, közülük legalább 65 ezret pusztán azért, mert német nemzetiségű volt. Akik hazatértek a Málenki robotból, megbélyegzettek lettek. Nem beszélhettek erről a traumáról, míg a családjuknak sem. Ezeknek az embereknek a fiatalságát elvette a háború, ifjúságát a kényszermunka. Ez a közösség itt Rátkán sokat tett és tesz azért, hogy a szörnyűség soha ne tűnjön el a feledésben. Rátkán valami megszakadt, életek mentek tönkre, családok szakadtak szét, csak a fájdalom maradt meg. Azonban azt mondják, az idő begyógyít minden sebet. A helyiek folyamatosan azon munkálkodnak, hogy soha többé ne fordulhasson elő ez a szörnyű népirtás.